három elszánt édesanya kezdeményezésére elindult a Minden Babának Jár jótékonysági program. Itt arra kérnek titeket a segítők, hogy fogjatok egy táskát, és ezt pakoljátok tele mindenféle olyan dologgal, amelyre egy csecsemőnek szüksége lehet. Ezeket a csomagokat pedig a későbbiekben a Baptista Szeretett Szolgálat fogja eljuttatni a rászoruló családoknak. Vendégem pedig Szabó Patrícia, az egyik ötletgazda. Szia, és köszöntöm a nézőket, és köszönöm a meghívást, és én tulajdonképpen most hárman vagyok itt, bár ez nem látszik, ugyanis hárman indítottuk ezt a mozgalmat, vagy kampányt, tehát hogy hárman vagyok. És akkor te most mindenki nevében tudsz majd nyilatkozni. Mikor indítottátok ezt a mozgalmat, és hogy született meg az alapötlet? Néhány hete indult, és biztos te is emlékszel rá, volt ez a Nem luxus táska kampány, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, illetve mindannyiunknak nagyon tetszett, és egyszer csak jött az ötlet, hogy csináljunk mi is valami ilyesmit, csak ugye nem felnőtteknek, hanem babáknak, hisz édesanyák, keresztanyák vagyunk, és akkor innen indult valahogy így. Ez egész tulajdonképpen Somodi Dórinak volt az ötlete, őt és az unokatestvérét Oliviát onnan ismerem, hogy baba köszöntő csomagokat csinálnak, ilyen dobozokat, nagyon-nagyon szépeket, mi dolgoztunk már együtt, több közös dolgunk volt, és egyszer csak ez így kibattant, és elkezdtük. És amikor kipattant ez a fejetekből, akkor mi volt a következő lépés? Hogyan kezdtetek el igazán szervezkedni? Kiket kerestetek meg? Milyen tervet állítottatok fel? A döbbenetes az, hogy nem kerestünk meg senkit, hanem ahogy mi ezt elindítottuk, gyakorlatilag ugye nekem van egy blogom, a blogom írtam erről, és a Dóriék is kirakták az ő Facebook csoportjukba. Több blogger megkeresett engem is, akikkel jóba vagyok, barátnők, és egyszerűen beindult az egész így anyukás csoportokba. Most ott tartunk, hogy több mint 20 gyűjtőhelyünk van országszerte, ide adják le az anyukák a csomagokat, és akkor innen jönnek majd tovább a Baptista Szeretett Szolgálathoz. Négy anyaotthonban mennek a csomagok, és egy védett házba. Ugye a védett házban vannak olyan anyukák, akik még nehezebb sorsúak. Segíts kérlek nekem meg a nézőknek abban, hogy mi az, ami kell ebbe a csomagba, mert szerintem sokan nem pontosan tudjuk, illetve talán többen úgy vannak vele, hogy úgyse tudunk segíteni, mert nem tudunk olyan nagy dolgokat venni, de hogyha jól érzem, ebbe a csomagba nem nagy dolgokat vártok. Nem, azt teljesen jól látott. Pont olyan dolgokat szeretnénk küldeni a kisbabáknak, ami másnak teljesen természetes, tehát egy jó anyagi körülmények között lévő anyukának teljesen természetes, hogy igen, el tudok szaladni pelenkát venni, igen, el tudok szaladni bébi ételt venni, vagy tudok házhoz rendelni. Ez nem mindenkinél van így. Tehát, hogy azért egy plusz csomag pelenka, egy plusz csomag bébi étel, vagy akár egy cumi nagyon-nagyon jól jön. Tehát, hogy ilyen alap dolgokat szeretnénk, hogyha összeraknának, de igazából nagyon sok olyasmit kaptunk már, ami még ilyen nagyobb dolog, fürdetőkád, cumicsomagok, mögénk állt egy egész gyár is, akik gyűjtenek az összes több száz dolgozóval, egy egész önkormányzat is, ezúttal is köszönöm a Török Bálint önkormányzatnak a segítségét, tehát hogy tényleg így megmozdult az ország, amilyen fantasztikus érzés. Még csak alig pár hete indult ez a program, és ugye most a támogatókról már meséltél, de a rászorulóktól esetleg kaptatok már bármilyen visszajelzést, leveleket, hogy köszönik majd az érkező csomagokat? Igazából nagyon sok egyedülálló anyuka keresett meg minket közben, és ugye mi ezeket a csomagokat elsősorban az anyaotthonokba szánjuk, de most tartunk annál a fázisnál, hogy tovább kell gondolnunk, mert annyian megkerestek bennünket, hogy mi az, ahol tovább fejlődünk, tovább lépünk, ez így a jövő zenéje lesz. Azt gondolom, hogy ennek a sikere miatt sem szabad megállnunk, tehát hogy ez tovább fog folytatódni. Hogyan választjátok ki, hogy kikaphatják meg ezeket a csomagokat? Ugye a Baptista Szeretett Szolgálat fogja ezt eljutatni a rászorulókhoz, de esetleg, hogyha valaki például szeretne jelentkezni, ha ez működhet, akkor ezt hol teheti meg? A honlapunkon, tehát hogy a mindenbabanakjar.hu, az, ha jól emlékszem, ma este fog elindulni, és ezt is egy önkéntes anyuka hozta nekünk össze, tehát tényleg egy ilyen fantasztikus összefogás született, és akkor ott lehet megtalálni, hogy hogy lehet minket megkeresni, akár gyűjtőpontok hol vannak az országban, tehát egy térkép is van már ott, tehát ezáltal próbálunk is segítséget nyújtani. 20 darab gyűjtőpontot említettél, esetleg egyet-kettőt így segítségén meg tudnál nekünk nevezni. Ez az országban mindenhol van, ugye? Igen, mindenhol. Most, ahogy összeraktuk a térképet, így látszanak hiányosságok, azt még pótoljuk. Budapesten nagyon sok gyűjtőhely van, de tényleg így mindenfelé az országban. Tehát, hogy Budapesten nagyon sokat lehet találni, de még 60-ban is, Szekszárdon is, tehát nagyon sok felé találni gyűjtőpontot. Meddig várjátok ezeket a csomagokat? Az első kiírás az április 15-e volt, igazából most már több száz csomagunk van, ami tényleg csodálatos dolog, és aztán meglátjuk, hogy onnan hogyan tovább, mert ott már nekünk is kell még valami újabb szakmai segítséget bevonni, hogyha nem a baptistákon keresztül megy, akkor azokat az anyukákat fogja, hogy hogyan tudjuk leellenőrizni, hogy jó helyre jusson minden csomag. Biztos, hogy jó helyre fognak ezek a csomagok jutni, mert nagyon sok helyen van erre szükség, és tényleg alig pár hete indítottátok el ezt az egész dolgot, és
egyre nagyobbá növi ki magát. Mit gondolsz, mi lesz jövőre? Meddig tudjátok ti ezt most idézőjelesen így hárman lányok kontrollálni? Ez egy jó kérdés, nem tudom, az én életemben a jótékonyság az egy ilyen élettartam, tehát ilyen lifelong project, tehát nem tudom, remélem, hogy még nagyobbra ki tudja nőni ez magát, és remélem, hogy még több anyukának és gyereknek tudunk segíteni ugye ezáltal. Nagyon szépen köszönjük mindenki nevében ezt a szuper kezdeményezést.